Jó estét kívánok! Az egyik gázszolgáltató Dunántúli föld alatti tárolójánál keletkezett vészhelyzet, ami tömeges katasztrófával fenyegette a közeli két zalai települést, Puszta Edericset és Tófejt. Mindez persze szimuláció volt egy gyakorlaton, amelynek az volt a célja, hogy a különösen veszélyesnek minősített körzetekben összehangolják a katasztrófa elhárításban résztvevő valamennyi szakmai, hivatásos és civil szervezet tevékenységét. Puszta Ederics és térsége alatt 340 millió köbméternyi földgázt tárolnak. Egy ilyen gázkiemelő berendezés hibásodott meg, a gáz pedig belobbant. Külön kihívás, hogy a lángoló gázt vízzel nem lehet eloltani. A vízpermet arra való, hogy megelőzzék a robbanás veszélyt, míg a szakemberek elzárják a gázt. Az ilyen helyzetekre külön katasztrófa védelmi terveket dolgoztak ki. A mai napon gyakoroltuk a föld alatti gáztározónak a belső védelmi tervét, illetve a két veszélyeztetett település, Puszta Ederics és Tófej külső védelmi tervét. Ez a két terv, ez a két külső védelmi terv az idei évben készült el, és most jelen ízben került első alkalommal teljes körűen gyakorlásra. Ezen a gyakorláson a résztvevők, mind a szervezetek, mind a személyek begyakorolják és készségszinten megtanulják, hogy mi a teendejük egy ilyen esemény kapcsán. Figyelem! Puszta Ederics polgármestere a HE26-os kútnál történt ipari baleset miatt kitelepítést rendelt el. Az egyik legfontosabb, hogy azonnal értesítsék a veszélyeztetett települések lakóit. Mivel gázfelhő közeleg, semmilyen elektromos, elektronikus eszközt, gépjárművet nem lehet használni. Az embereket is lovaskocsival menekítik. Itt még nem volt ilyen. Na takarózzunk be! És akkor hogyan készülnek fel erre, hogy hogyan tudnak erre felkészülni? Kaptunk egy értesítést, hogy hogyan kell azt csinálni. Puszta Ederics a legveszélyeztetettebb települések egyike. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert olyan veszélyeztetettség van a településen, ami azt hiszem, hogy Magyarországon nem sok helyen, és nagyon kicsi a település, és nagyon rossz a fekvés ebből a szempontból. Tehát gyakorlatilag egy medencében vagyunk, és hogyha gáz van, akkor azt gondolom, hogy az éles helyzetben nem is nagyon vonna maga után kitelepítési szükségességet, de hát természetesen mindenre föl kell készülni, bízunk abban, hogy ilyen nem lesz. Az utóbbi években egyébként átlagosan 300 gázszivárgásos vagy gázömléses esethez riasztották a tűzoltókat. Az új katasztrófa védelmi törvény pedig sokkal szigorúbb feltételeket szám. Az új katasztrófa védelmi törvény pedig sokkal szigorúbb feltételeket támaszt velük szemben, mint korábban.